Isten nyugasztalja, nem fél bele az elméletébe, hogy elhagytam a szülővárosom Gyulát. Hogy én is tehette volna, hisz négy értékrend mentén építette fel az életét az első család. A második a tisztesség és erkölcs kézen fogva járt. A harmadik megfelelni a társadalom felé, mint munka és nyomorúság elviselése büszkén. A negyedik a fényképalbum, amit minden betévedőnek azonnal elővett, miközben a dohányzó asztalon lévő tálkából sejem cukorral kínálta. Tényleg sokat dolgozott, volt cseréd az újkőgyorsi kastélyban, éhezett a háborúban. Úgy alakult, hogy az 1980-as évek végén leléptem Gyuláról búcsú nélkül. Tartósan azóta sem jártam ott, néha látogatóba. Akkor még élt nagyapám és nagyanyám. Az öregem a sokor rádió mellett hallgatta végig az egész napot, nagyanyám türelmes volt hozzá, az öreg csak vakkantott a szája szegletéből, kemény ember volt, aki megjárta a frontot, harcolt. Evett fagyott kenyeret halott katona tarisznyájából, leúszta másiknak csizmáját, megjárta a Donkanyart. Hazaküldték a háború végén törött gerincel, 2 hétig utazott egy vagonban sorstársaival. Nagyanyám már értesült róla, hogy jön a vagon, napokig kijárt a gyulai állomásra. Mikor az öreg megérkezett, csak annyit kért nagymamámtól, hogy ne ölelje meg. Szerintem hisztizett, mert már volt kinek. Csak próbálom felvezetni öreganyám szület jelenvallásait, hogy mitől lett ilyen. Volt ilyen családi ebéd, hogy alig fértünk be a szobába, még fénykép is készült róla, ahogy ott tornyosultunk egymás hegyén és hátán. Mama hordta be a fogásokat, de nem ült közénk. A végén összeöntötte a leves maradékokat, és azt kanalazta egy kis sámlin. Mindenki kérdően nézett rá, csak legyintett, hogy neki jó ez is, csak azóta értem az öreg lányt, hogy milyen értékek mentén próbálta összetartani az azóta már millió darabokra hullott családot, akikben sem elkölcs, sem tartás, sem igény. Neki sikerült talán utoljára annyi embert összehoznia. 13. kerület, Posár János utca, munkásszálló, az alkoholizmus fellegvára. Elhatároztam, hogy magam mögött hagyom Gyulát, és új életet kezdek. Nyomós okom volt rá, 2 hónap előzetes letartóztatás után a bíró 1 év börtönt rót ki rám, és felfüggesztve. A többieket elnézve, akik visszaesők voltak, és letöltendőt kaptak, majd a várokat vonogatták, eszembe jutott, ha maradok, később ők lesznek a legjobb barátaim, és nem menekülök az életformától. Irány Budapest, senkitől sem köszöntem el. Már aznap sikerült munkát és munkásszállást találnom. A helyzet nem lett sokkal jobb, de a börtön már nem fenyegetett. A béketéren volt a hivatal, oda jártam be a párfogómhoz, aki ellátott tanácsokkal, hogy mire vigyázzak. Nagymamám az egészről semmit se tudott, apám sem, anyám nénének. Talán ebből érthető, hogy ki mennyire volt kíváncsi rám, és hogyan követte nyomon az életem 16-17 évesen. Belemerültem a munkába, sikerült elnyomnom a honvágyomat is, új barátok, munkatársak, esti durva piálások a munkásszálló talpon állójában. Csongrádi Kata koncert az ebédlőben, olyan szinten volt értelmetlen az egész, ahogy Schrödinger macskája és az egérfogás. Nagymamámtól és apámtól rendszeresen kaptam levelet, pontosabban leveleztünk. Apámmal kötetlenül például leírta, hogy jön látogatóba, aztán a levélpapírra ráragasztott egy fokrémes toboz kínai feliratát, lehet, hogy pont-pont-pont hal, de az is lehet, hogy és akkor egy zacskós leves összetevői kivágba, beleragasztva, és hogy majd azzal. Mármint közlekedés. Ezzel szemben nagymami sablon szövegét alkalmazta. Faszomat, basz, meg nem nyílsz ki 2 oldal! 8 perc! Ő volt a szószólója nagypapinak is. Szóval ilyenek, hogy remélem levelem egészségben talál, és ünnepek alkalmával kellemes húsvétit, karácsonyt kíván, rövid tőmondatok, amikből hiányzott az ember, aki egyébként tényleg volt, de csak a külső keretet adta magából. Társadalmi megfelelésből bármikor csillagos ötösre vizsgálhatott volna, javára szolgáljon, hogy a konyhában viszont soha nem, fogta vissza magát, olyan szép féllábas pingásokat eresztett meg, hogy stopperrel kellett mérni, és eszében sem jutott magát szégyelni. Na ezt örököltem tőle, úgyhogy szia Nagyi, átadtam a fiamnak is, meg a nagyapám erőteljes lábszagát is, úgyhogy nincs mi miatt aggódni, a családunk védjegyei betonbiztosak.
Na de a mami egyszer őszintén kifakadt, mármint, hogy apát ide költözött hozzánk. Nem tudtam nyomon követni, hogy apám éppen kivel él és hol, integrálódtam Budapestre. Már volt csajom, akivel együtt éltem albérletben, volt biztosnak mondható munkahelyem, ami azóta jó kezekbe került, privatizáltak a politikusok. Szóval olvastam a levelet, és megkönnyeztem, mert a nagymami életében először volt hozzám nem külsőséges, hanem őszinte és fáradt, kivettem belőle, hogy ez most tényleg nekem szól, nem a társadalmi elvárásoknak, pedig soha nem panaszkodott semmiért. Egyedüli ember voltam a családon, akikre a titkokat lehetett bízni, és utána nyilvánosságra hozni. Nagyapám mogorva, szótlan ember volt, egyedül a papagájával volt kedves, és csücsörített neki játékosan. Az egész életében elszenvedett sérelmeket nagyanyámon torolta meg, és amilyen hős volt a háborúban, nagyanyám ugyanolyan hősiesen viselte a nagyapám elfojtott érzelmeit. Az öregnek életében egyszer eredt el a mondókája, szintén családi ebéd közvetlenül a halála előtt. Ott ültem az ágya mellett, és mindenkinek feltűnt, hogy az öreg feltűnően sokat beszél hozzám. Gyorsan kisombordáltak a szobából, maguk mögött becsukták az ajtót, és vártak a konyhában összezsúfolódva türelemmel. Az öreg egyedül nekem nyílt meg, és akkor egész életében nem hiába egy napon születtünk. Túl sokat tudott, volt mire alapoznia, igazi nyíres jelenvonás, december 1, és mikor halt meg? December 1-én porból vétettél, december 1-jé leszel. Elmesélte az egész háborút, az átélt borzalmakat, amit soha nem hallhatott tőle senki. Felfedte a titkokat, hogyan élte túl, miként kellett viselni egy háborúban emberként, elkölcsösen és mégis úgy, hogy belekényszerítve fegyver a kézben, majd hadifogság. Nem volt bűntudata, csak mélységes fájdalom az arcán és fáradtság. Utolsó napjaiban emberhez nem méltó állapotban volt. Apám lakásában, a törőzsúkban apám ügyelt rá, mert nagyanyám már gyenge volt hozzá. Az öreg éjszaka kiment vécére, elfelejtette felhajtani az üléket és rápiszkított, majd úgy, ahogy volt, visszafeküdt. Nem volt apámnak könnyű dolga úgy, hogy mellettem a meló, és ki tudja, mire ér haza. Az öreg utolsó napjait egy idős otthonban töltötte, de már nem tudott magáról, és nagyon rövid időt töltött ott. Miután meghalt, a mama is követte, szó szerint utána halt. Utólag visszagondolva, nagyapámat soha nem láttam mosolyogni. A szilveszteri kabarék idején is csak egy halvány rándulás a szája szegletében. Nagyon jó viszont rendszeresen harsány nevetésekben tölt ki Hofi láttán, és az öregemet ez kifejezetten idegesítette. Talán ez egy önvallomás a feleségem irányában, hogy ez nem csak a fingást és a lábszagot sikerült átörökíteni a családomnak, hanem azt a külső szemlélő által nem észrevehető álérzéketlenséget, ami egy egész galaxisnyi érzelmet hordoz magában, és még arra is képes, hogy mindent az utolsó pillanatra tartogasson. Utólag visszagondolva, a nagyapámat soha nem láttam mosolyogni. A szilveszteri kabarék idején is csak egy halvány rendelés a szája Mamától az volt az utolsó levél, és egyben őszinte. Azzal búcsúzott, hogy fiam, becsülöd meg magad abban a nagyvárosban. Mit is írhatott volna mást? Az öreg lány állandóan opodeldokkal kente magát, és reggelente a radiátor csövén kopogott fel az emeletre macóékhoz, hogy macóni jöjjön le kávézni.